A nehézségek sosem szekték kedvét a tavaly Londonban 37 évesen csúcsra élő kökény Roland Kajakosnak, de azt talán mégis furcsa lehet, hogy a párosban friss olimpiai bajnok szponzor és klub nélkül maradt, miközben társa Dombi Rudolf Egyesülete is a tönk szélén egyensúlyoz, így a versenyzőnek a folytatásra készülve a befejezés is megfordult a fejében, Úgyhogy kilátások a csúcsról nézve, Kökény Roland -a, szia Roli. Jó reggelt. E, ugye nem a csúcson kell abbahagyni ott a jó abba hagyni, de, de még nem akarom abba hagyni. Mert hogy még van lenne még, még, csúcs, még ugye? Van persze. Hogy alakult ki ez a helyzet? Ugye, ha vissza akarunk nyúlni a problémához, akkor, akkor Esztergomba kell mennünk, igaz? Részint jó. hálásnak kell lenni az ott Hálásnak kell lenni, igen, mert hogy legalább volt, addig. volt egy támogató, aki három éven keresztül támogatta az Egyesületet, és abból azért jutott nekem is költségtérítés, tehát a felkészülésben nagyon nagy segítséget nyújtott ez a szerződés befejeződött, és hát most vannak ezek a hiányosságok, ezt kell valahogy pótolni az Egyesületnek. Na várjál, azt nézzük meg, hogy ugye megvolt az olimpiai bajnoki cím, hősé válsz, hordoznak körbe az országba, járni kell mindenhova, és közben te rögtön tudtad, hogy gondok lehetnek a folytatással? Vagy mikor derült ez ki? Hát ez most derült ki idén. Tehát, az január elején derült ki, hogy akkor ennek a kapcsolatnak így vége, hogy nem fog meghosszabbodni. Mert ugye úgy nézett ki addig, hogy azzal lehet tovább menni? Igen, a azzal igen, a, azzal igen, a igen, úgy volt. Tehát volt na, ilyen szóbeli évesz... beszélgetés erről, hogy, hogy úgy néz ki, hogy folytatódik, és akkor az idén így alakult, hogy nem. Róli, nem akarok a zsebedbe turkálni, csak hogy érzékeltessük a nagyságrendet. Milyen pénzről van itt szó? Mert sokszor nagyokat uh, tud tévedni a közvélemény. Hát uh, nem szeretnék összeget mondani, de ez nem egy olyan összeg, ami... Tehát, hogyha mondjuk tíz éve fiatalabb lennék, akkor, akkor akár még a háromszorosa is lehetne ennek az összegnek, amit én kaptam. Tehát egy emlényes egy, egy hét alatt megkeresi azért? Ezt nem tudom pontosan. Azt tudom, hogy nálunk. Tehát én körülbelül a harmadát kapom, mint egy mondjuk egy 20-25 éves olimpiai bajnokkal körülbelül. Igen? Mm -hmm. Milyennek az oka? Hát mert hogy én már kifele megyek a sportákból. vele már hosszú távon nem lehet tervezni. Na de várjál, de hát veled lehet tervezni a következő ciklusra, tehát lehet tervezni négy évig. Az, az nem elég hosszú táv? Nem biztos, hogy én már kibírom ezt a négy évet. Tehát és erre... koromnál fogva fizikálisan se és lehet, hogy nem is szeretném, de majd meglátjuk. De lehet, hogy akkor ilyen kockázatot nem akarnak vállalni, hiába olimpiai bajnok az ember, hogy belemegy, megpróbálja aztán. Valószínű, igen, lehet. lehetséges ez is. Most figyelj ide, sok, sok emberrel szoktam volt beszélgetni a kajakjánú világából, és nekem nagyon úgy tűnik, hogy igen, differenciáltak itt a dolgok. Tehát vannak, akik jól tudnak keresni, és vannak néhányan, akik meglepő módon komoly nehézségekkel küzdködnek. És most nem csak arról beszélek, hogy akik a második vonalban vannak, azoknak nagyon nehéz, akik meg az első vonalban vannak, azoknak könnyű, hanem az első vonalon belül is nagy differenciák vannak. Jó látom? itt a támogatók persze, a szponzorok, ki mennyire népszerű, ez attól függ teljesen. Tehát a, a mögé állnak be a szponzorok, aki népszerű, aki sokkal jobb eredménye van, vagy több eredménye van, többször megjelenik a médiába, eladható termék. Ez azt jelenti, hogy ha elkezdenél bohózkodni, meg jönnél, mennél, meg itt játszanád a fejedet, akkor nagyobb esélyed lenne arra olimpiai bajnokként, mint, mint egy, mint egy csendesebb vagy visszahúzódó emberként. Ez egy jó kérdés, lehet, hogy így De van, már lehet, hogy nem, ez, nem nem gondolkodok ilyenem. Én inkább szeretném a saját dolgomat csinálni, azzal foglalkozni és eredményes lenni majd a főversenyeken. Mi akkor most a, a, a perspektíva? Ugye te most volt klubodnál, a Honvédnál próbálsz készülni. Én Vagy most, bonyolultabb ez is? Hát annyira nem bonyolult, mivel Esztergom egy nagyon kicsi egyesület, nagyon szerény körülményekkel, én amióta ott vagyok, tehát azóta is a Honvédba, meg az építőkbe készültem az elmúlt három évben, és most újra a Honvédba készülök. Mert hogy? Hát ott fiatalok ezt... vannak, inkább ilyen 16-17 éves, talán legidősebb versenyző, és hát velük nem tudok felkészülni, ez, ez egy... Tehát kell a csapat, kell a húzóerő. Igazából nekem annyira nem kell, csak inkább a csapat, mert a húzóerő mindenhol én vagyok hogy szerényen ezt tudom mondani. <laughs> Na most viszont, ha szóba került az építők, meg a társad és az edzőtök, akkor ott meg mit mit akar az, amikor azt mondtad, hogy az építőknél rettenetes körülmények vannak? Ott sincs pénz. Hát ö, ott sincs pénz, azért több van, mint mondjuk az Esztergomba. Hát az építőkben az a legrosszabb, hogy ott nincsen mondjuk radiátor, tehát nem lehet befűteni a helységeket, tehát nagyon hideg van. Tehát ott akkor körülbelül akkor úgy kell elképzelni, mint annak idején az MTK-sok meséltek róla. Hát nem, mert az MTK-ban azért volt fűtőtest, ott néha, ott ott néha be lehetett kapcsolni, de itt, itt esélytelen. Tehát itt ilyen hő légbefúvóval, mint az építkezéseken, úgy próbálnak fűteni. Uh -huh. Tehát ez az 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 egy az... eléggé spártai körülmény. Uh -huh. Azért is választottam inkább a honvédot felkészülésre, mert azért az kaja az majdnem a csúcs uh -huh. kategória. Na most ez mennyire tekinthető ideiglenesnek? Mikor kell neked ilyen-olyan folytatási döntéseket meghoznod? Én már döntöttem, hogy folytatom ezt az évet, mindenféleképpen csinálom. Ezt, ezt végig, ezt már biztos, tehát a Rudinak is megígértem már olimpia után, hogy, hogy fogok dolgozni rendesen, és, és a cél az, hogy egy VB aranyat azért ebbe a párosba rakjunk bele, úgyhogy folytatom. De ez szponzor nélkül is, hogyha addig nem sikerül? Hát, szponzor nélkül is, uh -huh. Úgy néz ki, hogy igen, de de szerencsére most Esztergomba úgy néz ki, hogy, hogy lehet, hogy sikerül egy támogatót találni. Az, hogy ezt te szeretnéd -e és tudod-e húzni hosszabb távon is Rudival, az mi majd az egy év múlva előálló fizikai és lelki állapotodon és érzéseiden? Hát elsősorban azon, hogy mondjuk a világbajnokságon, ha mi jutunk ki természetesen, akkor az, az hogy alakul, milyen eredménnyel, fejezzük be, az mennyi erőt ad a következő évre, és hát függ az orvosi vizsgálatoktól is, hogy ők mit javasolnak, hogy merjen még bevállalni a következő évet, vagy sem. Tehát nekem ez első sorban már ez a fontos. Mert hogy azért te másik irányokba is kacsingodsz, hát azért szeretnéd már az életedet is élni az ilyen sportban. Szeretném, de sajnos ez a sport az olyan dolog, hogy ettől nehéz nagyon megválni. És Vaj, Hogyha vagy. majd lesz miért befejezni, akkor akkor fogom szerintem. Akkor évvégével döntés, reméljük, hogy akkor most lesz szponzorod, és de ettől függetlenül is akkor ezt bevállalod és csinálod. Bevállalom, tehát már most hétvégén is lesz egy ergométeres verseny, ahol Igen. lehet, hogy csak a olimpiai futamba fogok indulni, de lehet, hogy elindulok még a rendesen a versenyben is, tehát nem csak ebbe a promóciós versenyben. Uh -huh. Ez, Ez most lesz majd szombaton a igen, az emlékezetes verseny. Igen, tehát nem ez, ez, mondom, ez egy szórakoztató történet, vagy? Hát ez egy ilyen sportág népszerűsítő elsősorban. Gyerekeknek, az ifiknek az még egy nagyon jó verseny dolog. Sajnos mi ezt a gépet nem nagyon használjuk. Nekem annyira nem jön be, én inkább tanmencézni szeretek. Sokkal jobban meg lehet oldani a kajakos mozgást, jobban be lehet rögzíteni a tavaszi vízre szállás előtt. Inkább ez egy népszerűsítő, egy ilyen jó buli. tehát így összehozza a kajakosokat. Róli, azt mondd meg legvégül, hogy minden nehézség ellenére az, bár ez már sokaknál divat a neked soha nem fordult meg a fejedbe, hogy el kéne menni külföldre, vagy külföldön kéne körülnézni? Hát az nem lenne etikus szerintem, azért annyi éve kajakozok, és annyi mindent kaptam ettől az országtól, hogy, hogy azért ide kell hozni az eredményeket, én úgy gondolom. Tehát... Akkor erről a kérdésről is tömörre elmondtad a véleményedet. Hát akkor hogy kitartást, meg, meg, meg jó felkészülést. És akkor eh, jó wb zést Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm szépen! A... Köszönöm szépen.